Hát maga a figyelem az nem eléggé kutatott emberi jelenség. Az önmagában bizonyítja azt, hogy az ember nem az anyagból van. Figyelni az a legmagasabb rendű dolog. Érdekes, félünk is tőle. A figyelem azt jelenti, hogy mindazt, amit tudok egy tárgyról mondjuk, azt itt őrzöm, megállítom, de nem engedem, hogy működjön, hanem azt a tényt, azt a valóságot nézem, és engedem, hogy belém hatoljon. Így születnek meg a föltalálások. Ez egy kegyelmi pillanat. Annyira mély dolog ez, hogy itt tulajdonképpen megállhatnánk, és erről kellene beszélni, hogy Simone Weil azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az állapot felel meg Lukács evangélium szerint a keresztény embernek, vagy az embernek az állapota, mert ha a szolga egész nap dolgozik, és hazajön az ő ura, mondja Jézus, akkor azt mondja neki, hogy most szolgálj ki. Egész nap dolgoztál, de az a kötelességed. De ha a kis szolga várja az urát, és elmúlt már éjfél, már a kakasszó is, az első kakasszó után, és látja, hogy még mindig várja, bizony mondom, ő szolgál föl neki. Isten, mint egy kifordul a hatalmi pozícióba, mert nincs is hatalmi pozícióba. Ez, hogy várakozom, hogy az igazság befogadására megnyílok. Annyira, hogyha a figyelmet kivesszük a szeretetből, az akármilyen édes, boldogító, gyönyörűséges szeretet, nem szeretet. Mert nem ő rá figyelek. Legfeljebb csak a tulajdonságaira. És hogy kivesszük az imádságból, akkor az nem imádság.